Köszönöm szépen, hogy lehetőség nyílik arra, hogy ezt az évet, mint, mint fejlesztésekkel és gazdasági életre kapcsolatos összefoglalhatom, de itt előjárva is köszöntöm a Békés Csabaiakat és a térség lakóit, akik ezt nézik, hisz hamarosan közel, közeledik a karácsony és az új év is, de sajnos a Covid vírus miatt eléggé megnehezedett a gazdasági élet, az élet, maga az élet és az embereknek, Sajnos ö, ö, nehéz a helyzetük, de annak ellenére én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy évet értékeljünk, és ezt az évet én úgy gondolom, hogy Pékescsaba jogú város igen jól zárta fejlesztési szempontból. Igaz, hogy a költségvetési pénzeknél jelentős csökkenés látszik a gazdaság ö, lassulása miatt, a vírus miatt, tehát a város bevételei jelentősen csökkentek, de a város a, a vírus első fázisában még tavasszal hozott egy olyan döntést, hogy 760 millió forintot vagy 70 millió forintot elkülönített pontosan a Covid vírus nehézségeinek a kiküszöbölésére a meglévő költségvetési pénzekből. Ennek egy része felhasználódott, egy része még mindig megvan. Tehát ez így rendben van. Fejlesztések, nem meg azt elmondani, amit már többször elmondtam, hogy Békés Csaba városa talán olyan jelentős fejlődéshez, fejlesztésekhez jutott, mint annak idején, amikor a vasút megjelent Békés Csabán. Békés Csabánk a fejlődés a vasút idehozatalával indult el igazán, most pedig avval, hogy olyan jelentős Európai Uniós és nemzeti forrásból jövő pénzek vannak, amik ennek a városnak a fejlesztését elősegítik. Ugye volt a települési operatív program a TOP, és a modern városok program, aminek jelentős része nemzeti forrás. És úgy gondolom, hogy hát szinte az, hogy mindezeknek a felhasználása és a pályázatok elkészítése az a város szempontjából olyan jól sikerült, hogy szinte majdnem minden pályázatunkat talán mindet, a kormányzat, aki ezt kontrollálja, elfogadta, és meg is valósult, amiket már elindítottunk, és lejárt a határideje, és szépen, jól és rendben valósult meg. Ezért a város igen nagy fejlődésbe kezdett. Előző időszakokban még egy 10 évet visszamenve, tíz, 15 évet visszamenve, ugye egy nagy, nagy fejlesztés történt, 17 milliárdért megépült Békés Csaba csatorna hálózata. Ez azért volt lényeges, hogy addig a felszíni fejlesztéseket nem, lehet elkez nem lehetett elkezdeni, de most már, mivel hogy ez elkészült, és 95 a Békés Csaba csatornázott, és látszik is az eredménye, mert a talai vízszint és az egyebek csökkent, tehát nincsenek ma olyan problémák, mint régebben voltak, és főleg az, hogy a szennyűzderítők megszűntek, hanem a központi rendszerben vannak bekapcsolva. Ezután elindulhatott a járdák, utak, bicikliutak fejlesztése. Igen jelentős fejlesztés történt a kerékpáros szférában, tehát a bicikli utaknál. Ez azért is lényeges, mert Békés Csaba, Békés Csabán igen sokan kerékpároznak, tehát fontos az, hogy ez a feltétel biztosított legyen, egy a biztonságosabb, közlekedési lehetőség, ebbe is sokat fejlődött a város, és ebbe az évben is egy csomó kerékpárút fejlesztés zárult, de zárultak olyan ö, meg települési operatív programban lévő 100%-os támogatással megvalósuló energetikai fejlesztések, amik az intézmények jelentős részének a rendbetételét is megvalósították, kulturális oktatás és egyéb intézmények, amelyek van oktatási negyketű, amin elindult a fejlesztés annak idején, de mivel hogy állami tulajdonlásba kerültek, de annak ellenére, hogy békés Békéscsabaiak, zömmel Békéscsabaiak használják, ezért fontos volt az is, hogy ott megvalósuljon. Úgy gondolom, hogy ezek is jó zárultak, de óvodáknak is, sok óvodának a fejlesztése is megvalósult, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen fejlesztések mellett a piacnak is volt egy olyan, a csarnok és a csarnok melletti területnek egy közel 800 milliós fejlesztése, ami megint 21. századi kultúrát piaci lehetőséget biztosított, és ehhez már akkor kapcsolnám is, hogy elnyerte a város azt a megtervezett piac három fejlesztést, mert volt kétszerű piacfejlesztés, ez a harmadik fázis, ahol a egy 8,2 milliárdos összeget nyert el, ahol a nagybani piac megszűnésével, ami kikerül a kétegyházi úti állatvásártér területére, egy jelentős lakossági igényt is megvalósít, mert az ott lakóknak igen nem teszett a hajnal kettőköri ö, teherautók érkezése, meg a gázok, egyebek füstgázok, azonnal kikerül, és annak a helyén lesz egy 21. századi úgynevezett bevásárló központ a piacnak azon a részén, amik a belső szerkezete mobilizált, tehát azt jelenti, hogy alakítható a, a eladó, eladói igényeknek megfelelően. Ebben a 8 milliárdos fejlesztésben még benne lesz a mostani gazdobot melletti parkoló részen egy parkolóháznak a kialakítása, egy három szintű, egy 300 gépkocsi számára biztosított parkoló, ami megint úgy lesz kialakítva, hogy lifttel kell legyen ellátva az az idősebbek is igénybe vehetik, hogyha a piachoz jönnek. Tehát az a, az a cél, hogy korszerű piac legyen, és a piachoz jó megközelíthető parkolási lehetőség legyen, mert most a Trefort, Szarvas, Trefort a Szabódezső, a Rákóczi utcán egész a Szarvasúti parkolnak kocsik, mert nem tudják a piacot jól megközelíteni nincs elég parkolóhely. De a piac környezetének is a rendbetétele benne van ebbe az összegbe, plusz a vásártéren a nagybani piacnak a kialakítása. Én úgy gondolom, ha ez a fejlesztés megvalósul, ennek az a hatalmas előnye, hogy a Békés Csabán és a térségen, térségben járásban működő, de a környezetben működő kistermelők, őstermelők jó minőségi termékének az árasítása még nagyobb mértékben valósulhat meg, amivel biztosítják a csabaiaknak, vagy az idejövőknek a jó minőségű élelmiszer fogyasztást, vásárlást. De a piac ugye nem csak eladás és vétel, tehát vásárról szól, hanem ez egy régiós piac lesz, és ennek kapcsán nagy hagyománya van a piacra a járásnak, de úgy, mint turisztikai elem is valószínű meg fog jelenni, mert nagyon nagyon jó minőségű termékek, jó hírű termékek, kisiparos termékek is jelen vannak, amit a úgynevezett ide látogatók szívesen néznek meg, vagy vásárolnak meg. Tehát egyszer ez a piac, ez egy új város és egy új központ kialakulását fogja jelenteni. Szerintem nagyon fontosnak tartom, hogy ez megvalósul. És ez 2023 végére el kell, hogy készüljön. Emellett, amit már régóta a Fidesz frakció kezdeményezett, és most Herceg Tamás országgyűlési képviselő lobby köszönhetően végül is meg is kapott a város. Ugye jelentős 120 valahány földes utcánk van, 130 körüli, és abból 93-nak elkészült tervekkel, amit az előző másfél-két milliárdos útfelújítási programban már megterveztettük, pont azért, hogyha lesz rá forrás, akkor rögtön indulhasson a munka is. ebbe az évben már egy része le fog annak a pénznek érkezni, ami ehhez szükséges. Tehát 5,5 milliárdnél lesz ö, ö, földes utcák burkolása 93-nak meg fog valósulni, plusz még olyan másfél milliárdnyi nettó értékben ö, lesz ö, meglévő utaknak a felújítása, mert még arra is szükség van, és még egy lényeges dolog, amit annak idején, 2007-ben már elkezdtünk, 2007-2008-ban, akkor évente kétszer 200 millió forint járdafelújításra fordítódott a Fidesz frakció révén, de most 2,3 milliárd forintot tudott képviselő úr kilobizni a járdafelújításokra, ami azért nagyon fontos, mert a külterületeken nagyon rossz minőségűek a járdák, van ahol járda sincs, csak ilyen lapok vannak lerakva, vagy már az sincs. Így igen sok járdát helyre tudunk hozni, de minden utcában csak az egyik oldalt, mert az, akkor az a pénz még mindig kevés. Tehát azt szeretnénk, hogy ez a útfelújítás, járdafelújítás építése, új építése és a földes utcák burkolása az kezdete legyen ennek a folyamatnak. Mert még mindig vannak olyan utcák, ahol területeket kell megszerezni, nem adták még le a területeket, stb. De úgy a járdáknál is ez a folyamat nem fog megállni továbbiakban, hogy ez halad szépen a fejlesztés, és a forrás elfogy, akkor újat fogunk igényelni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a folyamat is szépen beindult. De ha már utaknál tartunk, akkor van egy úgynevezett büszkeségem, a Fűrjesi út, aminek az a lényege, hogy a nem tudom a pontos számát az útnak, a családapácai út összekötése a Szegedi úttal, ott a, 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 a Fűrjesi régi városi ö, út helyén, amit annak idején a Szabadság t örökölt a város, aminek nem igazán volt alapja se, az tótva fordva volt. Tehát a apácai út összekötése itt egy körforgalommal kezdve, a 47-es, ahol szintén körforgalom lesz, és a tehát a Szegedi út a es és a 44-esnek az összekötése ott a Fatornyos iskolánál, ahol szintén lesz majd körforgalom, ez baleseti biztonsági szempontból is fontos a körforgalmi rész, de ami a leglényegesebb, a délről jövő nagy forgalom, ami mezőgazdasági termékeket, terményeket, zöldséggyümölcs, dinnye, stb. hurcolásznak fel, az nem kell, hogy bejöjjön a városba, és a Kolozsvárnyin vagy valamelyik utcán megy le és nyomja szét az utakat, hanem ezen az új úton ki tud jutni de még az M44-be is be van kötve, tehát így a, ez az út eh, hossz, sok 8-10 kilométert is megsporol, aki nem a városba megy be, hanem ezen átmegy. A várost is könnyebbé teszi, a városnak a forgalmát is megkönnyíti, plusz még gyorsítja is az egészet, és közlekedés biztonságban is fontos. És amiben be van kötve az M44, ugye ez a legfontosabb, aminek a Első része tavaly októberben lett átadva Gondoros és Tiszakült közt, az a 62 km körüli útszakasz, amihez most ebbe az évbe csatlakozott a Gondoros Békés Csaba szakasz. Tehát így a kettőt együttvéve már 80 km lehet megtenni egybe Békés Csabáról, ha elindulunk Budapest felé. De mennek a többi szakaszoknak is a építése, ott a Tiszakült és a a lakitelek irányából 10 kilométeres megépítés lesz, de a többieknél is a tervezés, területkisajtás, egyebek elindultak. Én úgy gondolom, hogy már most egy olyan jó fél órát meg lehet ezen a M44-en autóúton spórolni, tehát megtakarítani időbe, és közlekedés biztonsági szempontból is nagyon fontos. Ennél az útnál azért azt hogy mondjam el, hogy annak idején az ellenzék 2002-ben azt mondta, a Csaba Center előtt, akkori miniszterelnöki jelöltje, hogy ó, épülni fog a M44. Hát ez 2010-től került kormányra, Orbán Viktor, akkor egy jelentős gazdasági válság kiköszöbölése után, 2010-ban elindult ennek az útnak a építése. És én úgy gondolom, hogy akkor én minden egyes fél éves cikluskezdő frakcióban fölálltam azért, hogy a M44-re milyen nagy szükség van a térségnek, hogy a befektetők is jöhessenek, nekünk a itt élőknek egy közlekedési biztonságot, gyorsaságot jelentsen. És hát úgy lámlám lám, -lám célt élt. Tehát a én, én, is hozzá segítettem, vagy hozzájárultam ahhoz, hogy ez a fejlesztés elinduljon, de nagyon sokan mások is. Annak idején még Domokos László szervezett folyamatosan egy olyan településeket összefogó 2000 10 előtt még ellenzék időszakban, hogy minél több település csatlakozna ahhoz, az M44-ből legyen valami. Azokon is én részt vettem. Tehát ez a fejlesztés, ez nagyon örülünk neki, én személy szerint is, mint itt lakó, meg büszke is vagyok rá, hogy, hogy azért a munkánk eredményes lett, és hát külön köszönjük a miniszterelnök úrnak és a kormánynak, hogy ezt nemzeti forrásból elkezdte építeni. Tehát ez a lényege az egésznek, mert így gyorsabb lett, mert ha EU-s pénzekből akartuk volna megépni, akkor elég hosszú folyamat lett volna a közbeszerzéstől kezdve minden. Tehát ez is egy nagyon fontos fejlesztés, t -t, sőt a legfontosabb, és igen jelentős pénz szögözöket is uh, fordítottak erre. De én úgy gondolom, hogy uh, hogy az összes többi olyan fejlesztés, amit most nem akarok mindeniket részletezni, de a város területén zajlanak a munkácsi negyed a nyomdaipari fejlesztés, a oktatásba, az, tehát egyéb területeken sok olyan fejlesztés történt már meg, ami a várost jobbá, élhetőbbé és szebbé is teszi. Azon kívül voltak olyan pályázatok, amikben a zöldítés volt a főszerep, fásítás, egyéb dolgok, a Csaba Parkot ne is említsem, hogy milyen jó sikerültek a fejlesztések, ahol most lesz egy olyan fejlesztés még, a turisztikai fejlesztés, ami úgymond ö, bevételt is jelenthet a parknak, tehát mászófal, rótkötélpálya, kilátó, kanoptipálya és, ö, és egyéb olyan dolgok, amik ö, az idejövőket is ö, úgymond ö, hogy mondjam, örömmel töltik el, és szívesen jönnek ide, plusz még maga a gasztronómia, jó minőségű kolbász termékeket lehet fogyasztani, és így a parknak az a hármas funkciója, hogy a helyi lakosoknak egy pihenőpark legyen, mert ott is épült egy négy kilométeres műanyagborítású futófolyosó, vagy az a gumiszerű futás, futófolyosó, azon kívül a sétapark, a tó, szóval minden olyan, ami, Pihenésre alkalmasát teszi, aktív pihenésre is, mert sporton is lehet, vannak ezek az erőfitoktató ö, eszközök is ott, ez a fitness sporteszközök, de játszótér a gyerekeknek, egyebek, és ugye most még el fog készülni a dombon egy úgynevezett tampája is, a, a kisgyerekeknek ilyen síelő, akkor hófánkpálya, egyebek. Tehát ezek mind a fejlesztésnek az a része, ami a pénzforrást is jelenthet a parknak a működéséhez egyebek. De a Csaba parknak ugye az is nagyon fontos szerepe, hogy erre a turizmus is beinduljon jobban, plusz még a nagy rendezvényeknek is teret tud biztosítani a Csaba park, a Kolbász egyébek, egyebek, mert úgy lett megépítve, hogy, és meg is lett véve már hozzá egy nagy rendezvény, sátor, stb. Tehát ezek a fejlesztések mind a a települési operatív program és a modellmások program keretéből alakulnak és jönnek létre. Itt azért kiemelném a, a Csaba város hivatalának a segítségét, de elsősorban a Városfejlesztési Kft-nek dr. a vezetésével működő csapatnak a szerepét, mert nagyon jól előkészítik a projekteket, a projekt megvalósítását is nagyon jól viszik, és ennek kapcsán a fejlesztések mindig sikeresek. Én úgy gondolom, hogy ez az út nem áll meg, hisz látszik a 2021-27-es évre való tervezésnél már újra a megyei közgyűlés bevonásával történnek az előkészítések, és ezek az előkészítések, hogyha révbe érnek, akkor ez a fejlesztés tovább folytatódik, ami, hogy mondjam, a város szempontjából felbecsülhetetlen érték, tehát nagyon nagy dolog. Egy dolgot még nem említettem, hogy a Nipi frévén még egy olyan fejlesztés is történt, ahol területi ipari park kialakítás 31 ány hektára megtörtént ott a Berényi út és a Eze közti deltába, a Szaros deltába, ami megint a ipari fejlesztésekhez tud adni területeket. Mi is alakítottunk ki itt a Csanádapácai úton is ilyen területeket, a területet, ott egy 16 hektáros van, de sajnos a értékesíthető, vagy a felajánlható ipari területek már fogytán vannak. Én azért javasoltam a következő időszak fejlesztéseibe az, hogy az állam biztosítson a megye jogú városnak olyan területet, amit ipari célra is fel lehet használni, mert fontos a fejlesztések az, hogy ezek meg legyenek. Hát én úgy gondolom, hogy ez a nehézségek ellenére, tehát a COVID-vírus ellenére, ami sok nehézséget, küzdelmet okozott, meg sokszor szinte megvalósíthatatlan feladatot, úgy gondolom, hogy ez a képviselő testület ezzel a vezetéssel és a, a, a hozzáállással eredményes évet fog zárni. Költségvetésileg nehéz évet zár, de az, hogy a fejlődés az töretlen, az egyszer biztos. Én köszönöm mindenkinek a munkáját, köszönöm azt, hogy úgy álltak hozzá, köszönöm a lakosságnak azt a türelmet, amikor bizonyos fejlesztéseknél nehézségek akadtak vagy adódtak a környezetükbe, de ha az megvalósult, utána könnyebb és szebb lett, és jobb lett minden. És mindenkinek áldott békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!